Megszűnik bennem az ellenállás. Szájon csókolom. Még soha nem éreztem így férfi iránt. Magaménak akarom őt tudni. Birtokolni akarom. A részemmé akarom tenni. Akarom. Mindennél jobban akarom. Pedig nem lehet az enyém. Igor két oldalról megragadja az arcomat. Vaskos tenyerének szorításába beleremegek. A ridikülöm lecsúszik a vállamról, és a padlóra pottyanva az oldalára dől. Igor nyelvének mozgása sokkal intenzívebb annál, hogy a kiszóródó holmiaimmal foglalkozzam. Eljöttem megoldani a problémát, amit egy újabbal tetézek. Igor keze a fenekemre vándorol. Belemar, majd megemel. Combommal a csípőjét ölelem. Hátam a gerincem mentén az ajtó félfának simul. Az egyik magas sarkom leszédül a lábamról, a másikat utána rúgom. Esküszöm, hogy véletlenül, de mozgolódásommal meggyűröm Igor törülközőjét, ami a földre hull. Tetrekészségét a fehér neműmnek feszülve érzem. Az ágyékomhoz nyúl. Ujjal vékony szövet alá csúszik. Mikor a csipkében mar, a finom anyag recsenve engedelmeskedik. A nyers szakasztó erőtől összerezzenek. Az izgalom pedig a mellkasomból a karomba áramlik, és ujjaimmal Igor nyírkos hajszálai közé túrok, körmeim a fejbőrét karcolják. Ő eközben félrehúzza a kitágított fehér neműmet, hogy így a középső ujja megcirogathasson. Az öröm itt a sóhajommal egy időben ujja beljebb csúszik. Röviddel később a mutató ujja is követi. A karommal körbeölelem a nyakát. Szorosan magamhoz húzom, mintha ezzel csalogatnám még beljebb. És beljebb. Újra, meg újra. Kapaszkodj! Morogja, és még szinte el sem jut a tudatomig a szava, amikor keze ismét a fenekemre vándorol, és teljes erejéből megemel. Felsikoltok? Esélyem sincs ellenkezni, olyan szabadon pakol akár egy rongy babát. Hátamat továbbra is tartja az ajtófélfa, és még a combom Igor vállára kerül, én a haját tépve kapaszkodom belé. Biztonságban érzem magamat. Hőrült vagy. Kuncogom, mire hümmögve helyesel, és forró nyelvét a fehér nemű alá nyújtja. A heves és lassú csapások váltakozására a testem összes sejtje kórusban bizsereg. A rendhagyó pozitúrát megszokva új begyeimmel az ajtó félfa peremébe kapaszkodom és kinyújtózom. Úgy érzem, akár a mennyország kapuját is megdöngethetném. Igor kihasználja az akadálymentessé tett utat. Mindkét tenyerével a ruhám alá kúszik, és az oldalamat végig cirógatva meg sem áll a mellemig. Szabadnak érzem magam. Igorral mindig szabadnak érzem magamat. A szabadság pedig másnap kéri meg az önfeledtség árát. Ha olcsón méri, akkor is minimum lelkiismeret furdalásra fizethetek. Heses. Ahogy az aggasztó gondolataimat hesegetem, a fülembe kúszik a szobából duruzsoló zene. Új dal kezdődik, és azonnal felismerem az Arctic Monkeys énekesének hangját. I wanna be yours. Tiéd akarok lenni. A szenvedélyesen lüktető ritmus a csípőmbe kapaszkodik. És amennyire a szokatlan testhelyzetünk engedi, ringatózni kezdek Igor vállán. Ő ezt nem hagyja figyelmen kívül, és ujjai az eddigieknél is határozottabban mélyednek a bőrömbe, mint a húsomba vágynának. Nyelve pedig a lehető leghosszabb utat járva repít lélekben még magasabbra. Kívánlak, nyögöm. Keze visszavándorol a fenekemre. A csípőjég ereszt, majd a nyírkos vörös ajkával szájon csókol. Míg a szobába lép del velem, lehúzza a ruhám cipzárját, majd az ágyra ültet,
és elmély után nézi, amint lehámozom magamról a textilt és a bugyit. Felmarkolja a lejátszó távirányítóját, és hangosít a zenét. Táncolj nekem, kéri. Mesztelenül. Ne ellenkeznék, de még idejében eszembe villan a házurának a lapszabálya, és az utolsó pillanatban kivágom magamat. Jobb ötletem támadt. Az ágyra térdelve kúszok közel hozzá, és markolom odalent, de ő ellentmondás nem tűrően ismétli. Táncolj! Végül is miért ne, hangulatom megteremtődött hozzá. Teljesen pucér vagyok. Ringatózni kezdek, és a vállammal hullámozva bűvölöm. Az alsó ajkamba harapok, felfogom a hajamat, majd engedem a tincseket a vállamra visszaomlani. Balommal továbbra is a hajammal játszom, jobb kezemet pedig a mellkasomra eresztem, és a kebleim között az ujjaimmal zongorázva a hasamig vezetem, onnan pedig egyenesen az ágyékomhoz térek. Igoros süt, hogy különösen kedvére szolgál a látvány, olyannyira, hogy egy óvatlan pillanatban elrugaszkodik és rám veti magát végre valahára. Kémosoljal az arcomon, várom, hogy ajzott ragadozóként szafatokra szedjen. Azonban meglep. Erősen fog ugyan, de nem szorít. Határozottan mozog, mégsem dönget. Megszokott élfhajhász vehemenciája ezúttal érzékiségbe fordult. A combom között mozog. Kezével a fejem fölé szegezi a karomat, és a mellbimbómat csókolja. Ilyet is tud. Az élvezettel keverődő meglepettségtől nehezebben veszem a levegőt, mely a mellkasomban, mintha felforrósodna. Végül simogatóan árad szét a testemben. Mit művel velem? Igor két karjára támaszkodva fölém tornyosul, és a szemembe néz. Csak ámulok a nyírkosodó, élvezettől ragyogó arcán. Annyira gyönyörű. Én pedig annyira képtelen vagyok betelni vele. Csak arra tudok gondolni, hogy ezt a látványt soha nem akarom elfelejteni. Emlékezni akarok vén révületemben. Látni akarom a halálom előtt, sőt, a túlvilágra is magammal akarom cipelni. A pokolba is. Feltámasztom magamat, hogy érzelmeimtől túlfütötten falhassam Igor ajkát. Ahogy visszacsókol, tempója halványul, de az összes mozdulata intenzív marad. A szenvedély továbbra is lángol bennünk. A lassúsággal párhuzamosan a szívverésem gyorsul, majd a tetőfokára hág, amikor Igor teste mozdulatlanul megfeszül. Amikor a számba nyög, én is a csúcsra érek. Úgy érzem, mintha a testünkben és a lelkünkben egyaránt összeolvadnánk. I wanna be yours. Biztosan ugyanazt érezzük, mert együtt létezünk. Maradj még. Kéri kiszáradt torokkal, miután az oldalára gördül mellém az ágyban. Hogy olajozza szavait nagyot nyel. Csak egy kicsit. A nyomatékosság kedvéért körén fonja a karját. Homlokát a vállamnak támasztja. Lehet, hogy csak álmodom. Remélem. Mert ha ez a valóság, nagy bajba keveredtünk. Mm.